Frissen vakolva és festetőr az ég felé az 1819-ben felszentelt Ajaki Nagyboldogasszony templom tornya. De nem csak a külső újult meg, hanem a belső is. Egy román-magyar közös pályázatnak, valamint a hívek segítségének köszönhetően korszerűsítették az elektromos hálózatot, restaurálták a freskókat, az ablakok mozaikos üvegeit és a szobrokat, valamint kicserélték a padokat. Soltész Miklós államtitkár szerint az összefogásnak és a hit erejének köszönhető a 204 éves templom megújulása. Egy Európai Uniós román-magyar közös pályázat során megszépül Ajak városának csodálatos temploma. Köszönet érte. Megszépül még 14 templom. Megújulnak magyar, és mondhatnám azt is, túloldalon is magyar kulturális intézményeink. Megszépül, megújul egy katolikus kórház Szatmár németiben. Mi ez, hogyha nem a csoda? És én erre bíztatnék mindenkit. Erre kérnék mindenkit, hogy a hitet ne adjuk. Legyen az katolikus, római katolikus, görög katolikus, vagy bármely protestáns felekezethez tartozó közösségből érkeztünk, higgyék el, ez fog minket megtartani. Az elmúlt hétvégén a Nemzetközi Keresztény Egyházi Találkozónak is otthont adott a várossá válásának 10. évfordulóját ünneplő település. A vármegyei közgyűlés alelnöke három fogalmat emelt ki Ajakkal kapcsolatban. Ajak, mint város, nagyon komoly jelentőséggel bír a vármegye életében is, hiszen azért, hogyha a vármegyéről is beszélünk, akkor az értékek, az örökség és az összetartozás, azok mindig ott voltak azok között a fogalmak között, amelyek irányították a mi gondolkodásunkat és munkánkat is, és ez a három fogalom itt helyben Ajak városában is megtalálható. Érték, hiszen valóban most is egy templomnak a felújításán vagyunk túl, és ezáltal is bővült mind a vármegyei értéktár is, hogyha így fogalmazunk. Örökség, hiszen Ajak akár kulturális örökség szempontjából, akár egyházi örökség szempontjából igen kiemelt jelentőséggel bír. És összetartozás, hiszen itt Ajakon azért valóban azok a határon túli kapcsolatok, a magyar-magyar kapcsolatok, azok mindig nagyon komoly jelentőséggel bírtak, és úgy gondoljuk, hogy ez az a három fogalom, amely Ajak városában is megtestesül, és ezért örülünk annak, hogy már 10 éve városként üdvözölhetjük, és bízunk benne, hogy nagyon sok olyan jelentős fejlesztést, és nagyon sok olyan jelentős akár kulturális, akár egyházi eredményt tudunk még majd Ajakhoz kötni, amelyek mind-mind öregbítik majd a vármegye hírnevét is. Mint a város polgármestere elmondta, a közeljövőben elindul több olyan beruházás, amely javít majd az ajakiak életminőségén. Idén bízom benne, hogy el tudunk kezdeni egy tavaly nyertes projektet, annak a kivitelezését itt pont, ahol vagyunk. A templommal szemben egy nagy teret szeretnénk kialakítani, amely nem csak közösségi térként funkcionálna, hanem egyrészt szakrális helyként is tudna működni, illetőleg szeretnénk egy sétányt megvalósítani, ami a városközpontunkat köti össze a település egyik utcájával, továbbá csatornázást is, belvíz elvezetést is igyekszünk megvalósítani, szintén ennek a projektnek a keretein belül. A felújított templomot Palánki Ferenc, Debrecen Nyíregyházi megyés püspök szentelte fel.